Köszönöm a szót, elnök úr. Szabályozunk és újra szabályozunk, de ez természetes, ez a dolgunk. Azonban néhány dolgot azért érdemes tisztázni. Ameddig például a forint a fizetőeszköz hazánkban, addig egyértelműen ideje lenne tisztázni, hogy Magyarország jegybankja az a Nemzeti Bank, vagy pedig valami külső szuper jegybankcsoport magyarországi fiókja. Ez utóbbi esetében természetesen nem érdemes különösebben tárgyalni a dolgokról, mert hát ez a gyarmatok sorsa. De ha jegybank, akkor létéből eredően feladatai vannak, méghozzá olyan feladatai, amiket eddig nemigen gyakorolt. Ilyen például a gazdaság pénzellátása és a pénz értékállóságának, a stabilitásának a biztosítása. Tegyük hozzá, hogy a Magyar Nemzeti Bank tevékenysége az elmúlt 21 évben egyik feltételnek sem felelt meg. Ezt azért nem árt tudni, ellenkezőleg. Restrikciós pénzpolitikájával lebénította, lehetetlenné tette a magyar gazdaság helyreállítását már az átalakuláskor is, és azóta pedig lehetetlenné teszi a magyar gazdaság fejlesztését, és ezzel belekényszeríti és belekényszerítette hazánkat a termelő és szolgáltató kapacitások, belső és külső piacok jelentős részének szinte feltétel nélküli fillérekért való idegen kézbe juttatását. Azóta is tevékenysége lehetetlenné teszi a magyar gazdaság fejlesztését, így arra akkor sem kerülhet sor, ha netántán egy kormány ezt valóban szeretné vagy akarja. Ehhez a monetáris politika eszköztárából mindig az inflációra hivatkozva az irányadó kamatszint irreálisan magas értékének kialakítását alkalmazta. A külföldi kereskedelmi bankok, mert ugye magyar nincs, ebből kiindulva szinte uzsora szintre szinten kínálják és kínálták a hiteleket, és ezt igénybe venni tisztességes magyar vállalkozásnak lehetetlen, mert hiszen kitermelhetetlen költségei vannak az ilyen hiteleknek, illetőleg akik mégis igénybe vették, azok tönkre is mentek. A külföldi cégeket természetesen ez nem érdekelte, hiszen nem magyarországi feltételek szerint veszik fel a hitelt. Persze, hát az infláció ellen küzdeni kell, de azért azt nem árt tudni, hogy monetáris eszközökkel csak monetáris okokból bekövetkező inflációt lehet kezelni. Azaz, ha pénzhigítás következik be bármely okból, akkor a pénz szűke teremtésével hatékonyan fel lehet lépni ez ellen. Azonban maga a bankelnök mondta nekem a bizottsági meghallgatásán kérdésemre, hogy az utóbbi években az inflálódás okai költségnövekedések, például az olaj, és állami intézkedések, például az áfaemelés, stb. Voltak. No, meg azt is hozzátette, hogy meg hát ugye az inflációs nyomás. Azt elfelejtette hozzátenni, hogy azt többek között az MNB gerjeszti maga, hiszen maginflációval előre meghirdeti, most már 3 éve ugyanazon a szinten a várható maginfláció nagyságát. Akkor meg minek és milyen célt szolgál az alapkamat irreálisan magas szinten tartása? Ugyanis egész egyszerűen hatósági árnövekedéseket vagy begyűrűző árnövekedéseket nem lehet ezzel kezelni. Az alapsejket nem érdekli az, hogy itt mi kamatot emelünk vagy nem emelünk. A nagy infláció elleni harc, amire mindig hivatkoznak, egyenesen vicc, ha az ember megnézi az elmúlt 21 évnek az adatait erre vonatkozóan. Kiderül, hogy legalább közepes, de leginkább magas volt minden évben az infláció szintje. Azt is át kell beszélni, hogy ha egy bank, akkor az MNB közjogi feladatokat is el kell, hogy lásson, hiszen ő látja el a gazdaságot pénzzel, és felügyeli a gazdaság pénzellátását is. Azaz felügyel minden pénzintézetet ebben az országban, és annak minden szegmensét és minden tevékenységét. És ha ez igaz, akkor azt kell mondanom, akkor minek a pszáv? Hozzáteszem, ennek a feladatnak szintén nem tett eleget a Nemzeti Bank. Gondoljanak csak a Postabankra, vagy akár a devizahitelesek kérdésére és problémájára. Az MNB egyébként is szent tehén. Itt is a felelősség szintjét valahogyan tisztázni kell, meg azt is, hogy meddig tart a függetlensége.
Egész egyszerűen tűrhetetlen az, hogy a függetlenség mögé bújva bármit megtehet. Köszönöm.